Óriási érdeklődés fogadta Szombathelyen Szabó Istvánt, aki legújabb az Ajtó című filmjének közönség találkozóval egybekötött vetítésére érkezett városunkba. Az Oscar-díjas rendező a Friss TV-nek is adott interjút. Minden látható eredmény mögött áll egy láthatatlan személy, aki nélkül nem jönne létre életni. És az én esetemben ez a személy, Szeredás Emerenc. Szeredás Emerenc. Mi volt egyébként a legnagyobb kihívás ennek a filmnek az elkészítésében? Az, hogy hűségesek tudjunk maradni Szabó Magda könyvéhez, gondolatához is, tartalmához is, formájához is, hogy megőrizzük mindezt az értéket, amelyet Szabó Magda létrehozott. Természetesen mindazt ez lehetetlen, hiszen egy regényt másfél órába besűríteni nem lehet, de hogy a legfontosabb dolgok azért megjelenjenek, és hogy a mozinéző ugyanúgy szeresse Emerencet, mint ahogy olvasva megszerette. Úgy látom, retteg a vihartól. Biztos megvan rá az oka. Nem azt kérem öntől, hogy rövid előzetes nyújtson a filmből, de mégis mi volt ez a bizonyos mondani való, amit most itt az imént is mondott, amit kiemelt? Hát egyet azért nem tudnék mondani, mert nagyon sok mindenről szól ez a regény. Alapvetően talán arról szól, hogy bele lehet-e szólni egy másik ember életébe. Megteheti-e ezt egy ember, hogy a saját elképzeléseit, a saját világképét, a saját akaratát rákényszeríti egy másik emberre. De fontos az is, hogy el lehet engedni egy ember kezét, amikor az azt kéri, hogy engedjük el a kezét. Ez egy olyan kérdés, ami nagyon sok ember családjában előfordul. Erről is akartunk beszélni. És aztán a másik, vagy a harmadik fontos dolog az, hogy milyen nehezen alakul ki egy emberi kapcsolat, milyen törékeny, milyen könnyen változik a gyűlöletté a szeretet, és milyen nehéz és milyen törékeny ezt a szeretetet létrehozni és megtartani. Ha meghalok, kölesse meg őket, mert az a legtöbb, amit valaki érte, hogy nem hagyja szemben. Bizonyára kezdő filmesként még talán spontán volt, de azóta talán kialakult egy fő irányvonal, küldetéstudat. Van-e ilyen, és ha van, akkor mi ez? Nem az én dolgom elemezni a saját filmjeimet. Én megpróbálok olyan történeteket elmesélni, amelyeket én fontosnak tartok, amelyekről én úgy gondolom, hogy ezek a kérdések engem izgatnak, és hogy ezek olyan kérdések, amelyek másokat is érdekelnek. És megpróbálom ezeket a történeteket úgy elmesélni, hogy felkeltsem az érdeklődést, és az előadás végéig fenntartsam az érdeklődést, és hogy a nézőknek legyen mit hazavinni ebből a történetből. Ennyi.